A helyi diákokon kívül Borsodabaúj, Zemplén, Jásznagykun, Szolnok, Nógrád és Pest megyéből is érkeztek tanulók az Aventus Művészeti Középiskolába. A Summáját rajzolom kiállítás lényege, hogy azok, akik Nemegerben nőttek fel, megismerjék a város látványosságait, jellegzetességeit, és bepillantást nyerjenek a helyi építészet sokszínűségébe. Észrevettek olyan pici apróságokat, ami mellett mi talán elmegyünk, mert megszokottá vált az életünkben. Észrevették az úgynevezett terméskövet, észrevették a kovácsolt vasat, észrevették a gyönyörű faragott díszítményeket, észrevették a belváros kapuzatait. A diákok 6 héten keresztül ismerkedtek az épített környezettel, kultúrtörténeti és művészeti szempontból. Az alkotás mellett a diákok kutatómunkát is végeztek, olvastak a város történetéről, és rendszerezték a megszerzett ismereteket. Bevallom, a minaret a kedvencem, nem tudom miért, mert, vagyis hát tudom, igazából, ahogy rajta van most ez a tartó szerkezet, ahogy újítják, úgy néz ki, mint egy rakéta, mint egy hatalmasnak kilövő állomás, és nekem ez nagyon bejön. A grafikák, festmények, mozaikok mellett többen a digitális technikát is alkalmazták. Nekem ez nagyon fontos az, hogy egyrészt ugye egyedi legyen, másrészt legyen mondani valója, harmadrészt pedig azért legyen mutatós. A tárlat január végéig látogatható az Art művészeti ellátóban.